Első alkalommal Németh Mihály, jeles karcagi utazó, mianmári utazásairól mesélt, fotókkal illusztrálva az érdeklődőknek. Kedves kollégám, meg 4-5 év megkérdezte tőlem, hogy annyi helyen voltam már, miért nem megyek valami exotikus helyre? Mi az, hogy exotikus? Hát úgy homokos fehér tengerpart, jó csajok, akármi, király, minden, nagyon-nagyon frankó helyek. Hát mondom, attól miért exotikus? Mi az neked? Hát például ilyen, mint Tájföld, meg Maldív-szigetek. Figyelj már, minden marha oda megy, tehát tele van hülyékkel, hülyébb már elmegyést a kérdésedek, hogy járt turistákkal. Nekem az exotikus, ahol nincsenek turisták. Nagy az a régió, hogy a Dél-Kelet-Ázsia, voltam már Ázsiában több alkalommal, Közel-Keleten, Kelet-Ázsiában, Mongóliában, de ez a Dél-Kelet-Ázsia, ez olyan, nincs is messze, 6-7 ezer kilométer. Nekem, és nézem, hogy Tájföld kilőve minek. Nézegettem, melyik az ország mégis, ami olyan, amire nekem való volna, rögtön milyen már, van még egy másik is egyébként, de csak azért mentem ide, mert itt van tengerpart, homokos tengerpart is, többek között meg ugyan. Az igen élvezetes előadással a jelenlévők betekintést nyerhettek a Dél-Kelet-Ázsiában az indiai szubkontinens és az indokínai félsziget közötti területen fekvő ország mindennapjaiba. 19. század végén óta brit gyarmat volt, ennek a nyomai nagyon erősen látszódnak az országból. Nem hivatalos nyelv az angol, de nagyon sokan beszélik. Ez a kommunikációt megkönnyíti, mert ez a burmai nyelv, ez hát olyan kis nyafogós, makogós, meg olyan hát nem fejlett embernek való vagyok. A Szule pagoda, egyébként pagodákról azt kell tudni, a buddhizmus legfontosabb tehát ilyen épületei. Ezt nem tudom, hogy mennyi arany van rajta, de majd látni fogunk olyan, amit bőséggel van. Most ez a Szule pagoda, ez egy hatalmas körforgalom között, így a város nagyjából központjában helyezkedik el. Csak úgy így random, többi az beton dzsungel mindenhol, ez csak úgy itt van. És ez egy a sok közül úgymond, de viszonylag nagy. Mondja, hogy tovább haladva. Sokat kapok kritikát, jogosan, mert nem mondjuk jogosan, hogy embereket nem fényképezek. Ez így is van egyébként egy európai országban. Minek? Olyanok, mint mi. Van, aki kicsit barnább, van, aki alacsonyabb, vagy magasabb, vagy szőkébb, vagy világosabb, vagy kövére, végonyabb, de gyakorlatilag semmi különbség, vagy semmi különleges, mint most egy európai emberen általában. Ha csak nem olyan népviselet, vagy valami furcsaság van rajta. De nem jellemző, meg nem is szeretek egyébként paparazzizni, meg belemászni más embereknek az arcába. Én sem szeretem az egyébként belemásznak igazából, meg sajnos szerintem sokan vagyunk így. Most itt most megígérem, lesz bőven emberanyag. Tehát egy öreg néni, aki éppen itt a értéktelen pénzt, ilyen egész város mindenhol, minden úton, útféle, mindenhol piacon, bazár, minden kapható és minden, ezt mondom, sok kell, hogy Ázsiában az így. De nem csak Ázsiában, hanem Közel-Keletentől kezdve Afrikáig mindenhol így van. Nagyon kis. Igen, a Szule pagoda így egész közelről egy kis mellékága. Hát, amit a pagodákról érdemes tudni, hogy szinte Magyarországon is valahol is van egy ilyen buddhista pagoda valahol. Vagy az Krisna. Nem, Magyarországon is van egy buddhista pagoda. Szinte mindegyik pagoda, mindegyik buddhista, a világon több millióban rejti a vallás alapító Buddha eredeti nevén Gautama Siddhartha herceg valamelyik testrészét. Németh Mihály az útja során átélt kalandjairól, érdekességekről, például az éghajlati kellemetlenségekről és a táj sajátos szépségeiről is mesélt szokásához híven.